Sziasztok! Nos, eljött az idő, hogy egy újabb epizóddal jelentkezzek be. Előre szeretnék szólni, hogy ez a mai epizód azért nem lesz olyan hiper-szuper jókedvű, ugyanis pont a saját kedvem ihlette most ezt a témát, ami nem más pedig, mint a tenyésztői élet nehéz oldalai, nehéz döntései. Aki már engem valamennyire ismer, az tudhatja, hogy egy elég őszinte ember vagyok. Általában kendőzetlenül megmondom a véleményemet a témákban, illetve a közösségi oldalamra is mindig kendőzetlenül szoktam posztolni dolgokról, témákról és az érzéseimről. Itt ez a vlogomban sem lesz másképp, annyi, hogy itt láthattok is. Tehát a tenyésztői élet nehéz oldaláról szeretnék nektek egy pár szót mesélni, illetve arról, hogy miért rettentő nehéz döntés az, hogyha valaki úgy gondolja, hogy komolyan szeretne tenyészteni, és komolyan szeretne cicákkal foglalkozni. Mindenki szerintem, aki elindul a tenyésztői lét felé, az először úgy gondolja, hogy ez egy nagyon cuki hobbi, végül is, ami cicákról szól, az már csak cuki lehet, hát ha még kis cicák is szerepelnek a dologban, már pedig ugye tenyésztőként azért elég sok kis cicával találkozunk, de ki kell ábrándítsak mindenkit abból, hogy ez egy nagyon cuki hobbi. Persze lehet hobbi szinten is foglalkozni ezzel, amikor van mondjuk egy-két nőstény cicánk, meg egy kandúrunk, de az én szemszögemből ezt még nem nevezem tenyésztésnek. Miért nem? Egész egyszerűen azért, mert a tenyésztés egyfajta nemesítői munka, ami mindenképpen csak úgy valósítható meg, hogyha úgymond van miből válogatnunk, tudunk, hogy összepárosítani nőstényeket és kandúrokat. Akinek csak egy kandúrja van, az nem fogja tudni úgy párosítani a nőstényekhez, hogy megpróbálja kiküszöbölni a rossz tulajdonságok előjövetelét, illetve hogy erősítse a jó tulajdonságokat. Az az ember mindig csak azt az egy kandúrt fogja tudni minden nőstény mellé tenni, ha jó, ha nem jó. Ha jó a füle, ha nem jó a füle. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki tenyésztő, az eleve ott kezdődik, hogy egyszerre több cicája van, mind kandúr, mind nőstény téren, így tud nagyon szuperül párosítani. De persze senki nem ott kezdi, hogy egyszerre 20 cicával rendelkezik, mindenki elkezdi valahol, az elején mindenkinek csak egy-két cicája van, ami ugye beletanul ebbe az egészbe, és elsajátítja azokat a dolgokat, amire ehhez az egészhez szükség van. Mire gondolok? Először is, aki tenyésztőnek áll, nagyon fontos, hogy tudja, hogy rendkívüli állóképességre van hozzá szükség. A cicáknak mindig szükségük van foglalkozásra, akkor is, hogyha csak 2 cicánk van, de akkor is, hogyha 15. Itt most nem csak a fésülgetésről beszélek, hanem meg kell osztanunk magunkat a cicák között, meg kell osztanunk a szeretetünket minden cicával, hiszen nem mondhatom azt, hogy most fáradt vagyok, és akkor ma csak 2 cicát szeretgetek, meg a másik 3-at pedig majd holnap, hiszen ők ugyanúgy vágynak a szeretetre, mint bármelyik másik cica. Nem mondhatom azt, hogy most nem szedem ki az almot, majd holnap, vagy holnap után, mert az almot igenis minden este és minden reggel muszáj kiszedni. Hát nálunk már ez egy picit melósabb, ugyanis legalább 12 alom van a házban, tehát azért ez egy picit hosszabb munka, mind reggel, mind este. Ezzel indul és ezzel záródik a nap. Ezen felül mindig muszáj a cicákat megetetni, hiszen számunkra ez a nap egyik legnagyobb fénypontja, mind reggel, mind este, ugyanis nálunk van nedves táp is, nem csak száraz, vannak olyan tenyésztők, akik csak szárazzal etetnek, nyilván ez a legegyszerűbb, mert akkor nem kell mókolni, meg pancsolni a főzéssel. Én rendszeresen főzök a cicáimnak, és ezt reggel, este adom is nekik.
Illetve ezen felül becsatlakoznak még azok a dolgok, amikre nem tudunk felkészülni, nem számíthatunk. Ilyen lehet akár egy-egy betegség, vagy bármi probléma, amiért akár azonnal állatorvoshoz kell rohanni, akár égnek évadján, vagy olyan időpontban, amikor éppen számunkra a legkevésbé kedvező. Tehát először is muszáj azt leszögeznem, hogy nagyon-nagyon sok idő befektetéssel jár a tenyésztés, és idő ráfordítással. Nem mondhatjuk azt, hogy most akkor szabadságot veszünk ki, vagy egyszerűen csak nincs hozzá kedvünk, mert ez nem egy olyan dolog, amiből elmehetnénk szabadságra. Ezen felül iszonyatosan nagy felelősség és nehéz döntések tömkelege, amit tenyésztőként az embernek meg kell hozni. A legtöbben azt hiszik, hogy ha valaki tenyészt, akkor az egész nap csak a kis cicákkal játszik, és csuda jó élete van, semmi más, csak játék, öröm és móka, de ez sajnos nincs így. Bizony vannak olyan döntések, amelyekre nem lehet felkészülni, és amelyeket hirtelen kell meghozni. Amikor egy szülés előtt állunk, akkor fel kell készülnünk mindenféle dologra, nem csak a szépre és a jóra, de a nehéz pillanatokra is. Vannak olyan kis cicák, akik már eleve élettel összeegyeztethetetlen problémával születnek. Elsőként itt kell nagyon erősnek lennünk, és sokszor akármennyire is szeretnénk, nem tudjuk megmenteni egy kis cica életét. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy néha már rendkívül reménytelennek tűnő helyzetnél is küzdeni kell, tehát nem lehet azt mondani, hogy feladjuk, mondjuk ha egy kis cica nagyon pici súllyal születik, vagy hogyha az első-második hétben egy olyan deformitást vagy olyan problémát veszünk észre a cicán, mint például egy nyomott mellkas, akkor nem szabad azonnal a legegyszerűbb utat választani, és azt mondani, hogy akkor megkíméljük a cicát a szenvedéseitől, mert nem is biztos, hogy szenved az a cica, vagy az a cica, akinek aktuálisan éppen nem a legjobb, annak majd később ugyanúgy lehet teljes élete, és ugyanúgy tud teljes életet élni. Persze, ez rendkívül sok meló. Tehát sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy egy cica nem életképes, és meghozom azt a döntést, ami neki könnyebb, számomra pedig egyszerűbb, hiszen úgy nem kell mondjuk egy nappal téve, 2-3 óránként folyamatosan, akár fecskendőből, akár cumis üvegből táplálnom ezt a pici babát. Nem veszi el, úgymond, az életem nagy részét. Biztos el tudjátok képzelni azt, hogy milyen lehet 2-3 óránként, éjjel-nappal, cumis üveggel felnevelni egy cicát. Bizony még az első egy-két hétben még talán úgy működik is, de amikor már eltelik ez a másfél-két hét, akkor az ember már tényleg olyan, mint egy élő zombi. Mert hogy azt se tudja, hogy mikor van nappal, vagy mikor van éjszaka, összefolynak a pillanatok, és ugye mondanom sem kell, hogy ezt munka mellett elég nehezen lehet vállalni. Jelenleg az én tenyészetem most már egy akkora állománnyal rendelkezik, hogy én itthon vagyok a cicáimmal, helyesebben egészen pontosan itthonról dolgozom, tehát ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert ezeket a dolgokat be tudom vállalni. De hogyha valakinek csak egy pár cicája van, ahogy nekem is volt ez az elején, és mellette ugyanúgy 8 órában dolgozik, plusz még ugye az otthoni teendők, akkor számolnunk kell vele, hogy egy ilyen esetben, vagy egy ilyen helyzetet is meg kell tudnunk oldani. Tehát nagyon felelősségteljes döntés az, hogyha valaki tenyésztőnek áll, bár ezt sokan az elején még nem látják, vagy talán nem is gondolják annyira át. Éppen ezért, ahogy az előző epizódban már beszéltem nektek erről, nagyon nehéz tenyésztőként a különböző cicás csoportokat olvasgatni, mert ott rettentő sok ilyet lát az ember, hogy nem tudom, például párt keres a lány cicájának, tehát fedeztető kandúrt. Ez az illető, egészen biztos vagyok benne, hogy át sem gondolja, hogy milyen veszélyekkel járhat egy külső fedezés, például a nőstény cicája mennyi fertőzést szedhet be egy kívülálló kandúrtól, vagy milyen betegségeket
kaphat el, esetleg szűrések hiányában milyen beteg kiszticák születhetnek, és akkor még tovább se gondoltam, hogy milyen komplikációk lehetnek a vemhesség alatt, vagy milyen komplikációk lehetnek a szülésnél, esetleg milyen problémák lehetnek a kiszticáknál, akár a születéskor, akár később, egy pár hét múlva, amit csak akkor fedezünk fel, vagy akkor veszünk észre, főleg akkor, hogyha még tapasztalatlan szemünk is van hozzá. Úgyhogy ilyenkor mindig ekkora szemekkel nézek, és gondolkozok magamban, hogy hát igen, ő biztos nem tudja, hogy most miért keres Fedező Kandúrt, ahelyett, hogy nem tenyésztő lévén ivartalanítaná a nőstény cicáját is megkímélni attól, hogy akár havi rendszerességgel, nekem van olyan cicám, aki például két hetente tüzel, tehát, hogy havi rendszerességgel szegény az ösztöneinek hódolva várja a kandúrt, de nem kapja meg, vagy ha megkapja, akkor pedig sajnos tapasztalatlan kezek révén akár óriási problémája is származhat ebből a cicának. Iszonyatos nagy felelőtlenségnek gondolom, mind a gazdi részéről, mind a tenyésztő részéről, vagy hát szaporító, nem tudhatjuk ugye, hogy hogy jutott hozzá cicához, bár itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy egy tenyésztő általában nem hagyja, hogy a cicája a kedvenc célra eladott cicája ivarosként, vagy ivaros maradjon. Ha pedig ilyen feltételekkel ad el cicát valaki tenyésztésre, akkor az meg már szintén oltári nagy probléma. Tehát ez mind a gazdi, mind a tenyésztő vagy szaporító felelőssége, aki így eladja cicákat. Ezen felül még mindenképpen szerettem volna nektek arról beszélni, hogy ha valaki tenyésztőnek áll, akkor ez ne csak egy pillanatnyi döntés legyen. Mindenképpen gondolja át ezt a döntést, gondolja át olyan szemszögből, hogy fogja tudni mindig vállalni az ezzel járó feladatokat és kötelezettségeket, lelkileg fogja bírni azt is, hogyha igen nehéz pillanatok jönnek, ezt magamról tudom igazán, vagy magamat tudom jó példaként felhozni, hogy elég nehezen viselem az ilyen úgymond problémás és stresszes helyzeteket, hajlamos vagyok olyan dolgokra is rá stresszelni, amik nincsenek, vagy amik még be sem következtek. Csupán már a jövőbe lévő dolgokon is tudok stresszelni, tehát igazából most már itt több év tenyésztés után eljutottam arra a szintre, hogy nem létező dolgokon is stresszelek. De hát ez persze mind-mind abból jön, hogy az évek során elég sok tapasztalatot szereztem már nem csak a jó dolgok terén, de a rossz dolgok terén is. Tehát megtapasztaltam elég sok mindent, de nagyon-nagyon-nagyon sok év után sem, tehát nem csak hogy én, de akár már több 20-30 éve tenyésztő emberek sem mondhatják azt ki, hogy már mindennel találkoztak, hiszen az élet az nagyon sokszínű, nagyon sok mindent tud nekünk mutatni, és mindig mutathat új dolgokat, sajnos ez a tapasztalatom. Tehát szeretném arra felhívni a figyelmeteket, hogyha tenyésztésen gondolkodtok, akkor még az elején fontoljátok meg a döntéseteket, és ezt nem azért mondom, mert szoktam ilyen kifogásokat kapni, hogy nem szeretnék konkurenciát, vagy hogy féltem a saját piacom, meg nem is tudom milyen kommentek szoktak még jönni, amikor erről beszélek egyes fórumokon. Tehát nem azért mondom, mert nekem ez problémát jelent, hanem pont ti miattatok mondom ezt, mert később, amikor már ott fogtok tartani, hogy lesz 3, 4, 5 vagy még több cicátok, akkor sokkal nehezebb lesz már azt mondani, hogy bocsánat, én ezt nem szeretném, vagy én biztos, hogy ezt nem szeretném csinálni, és akkor kiszállok ebből az egészből. Persze láttunk már ilyet is, ilyenkor vannak azok a szörnyű dolgok, hogy ha valaki mondjuk a csúnyán szólva a pénzénél akar maradni, akkor kiárusítja a cicáit. Egészen egyszerűen nem számít, hogy a cica 3-4 éves akár, de tovább adja bárkinek tenyésztésre. Számomra ez nagyon fura,
Én, hogyha egy cicát kivonok a tenyésztésből, vagy hogyha már én nem tenyésztek tovább egy cicával, akkor minden esetben ivartalanítom, és csak utána mehet új gazdihoz. Kizárt, hogy én a tenyészetemből ivarosan továbbadjak egy felnőtt cicát tovább tenyésztésre. De hát persze, mint említettem már nektek az előző epizódokban, mindnyájan mások vagyunk, és mindnyájan más elképzelésekkel kezdünk el tenyészteni. Tehát legyetek nagyon elkötelezettek, hogyha tenyésztéssel szeretnétek foglalkozni. Tudjátok azt, hogy nagyon-nagyon sok pénzt, időt, munkát kell belefordítani abba, hogyha valaki jó tenyésztő szeretne lenni, és nagyon sokat kell tanulni. Sose jön el az a pillanat, hogy azt mondhassuk, hogy oké, innentől kezdve én már mindent tudok, és most már karba tett kézzel várhatom a dolgokat, mert engem már semmi nem tud meglepni. Higgyétek el, az embert mindig minden meg tudja lepni, viszont nagyon fontos, hogy úgy tekintsünk ezekre a dolgokra, hogy ezek is egyfajta leckék az élettől, amik próbálnak megtanítani minket új helyzetekre, új dolgokra, és ezek által tapasztalatot szerezhetünk, még akkor is, hogyha ezek rendkívül kemény dolgok. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett ez a videóm is. Ígérem, következőnek majd valami szívderítőbb dologgal jelentkezem. Addig is, hogyha még nem tettitek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és ígérem, hogy hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!